Ő most elkezdi a... ő most enged... Nem néztek bele. És akkor ő most elkezdi forgatni, nem tudom mennyire látszik itt az asztal, hogy ő forgatja körbe a csövet, és ő hegez. Lehetek, nézzük meg. Ide és akkor, amikor kicsit kevesebb a fénye neki, akkor fordít egyet az asztalra. A csőszerelés és a hegesztés az egyike volt azoknak a szakmáknak, melyeket az általános iskolás gyerekek megismerhettek a szakmászbáta széken napon. A Városiparos Szervezete kadöltve az általános iskolával harmadik alkalommal szervez pályaorientációs napot, ahol a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek néhány foglalkozás legfontosabb jellemzőivel. Sági Dávid azt mondja, megítélése szerint egy-egy ilyen látogatás sokkal közelebb hozza a gyerekeket a szakmákhoz. Amit az iskolában a gyerekek a szakmáról hallanak, az nem igazából fedi a valóságot, így én jónak találom, hogyha a gyerekek testközelből ebben az egészben részt vehetnek, megtapasztalhatják, hogy mégis mi a csőszerelés, miről szól, mi az a hegesztés, mi az az élelmiszeripari szerelés, vagy mit jelent, mit akar ez magában, milyen kritériumok vannak, miket gyártunk, hogy néz ez ki igazából, milyen munkafolyamatok vannak. És hát remélhetőleg így a gyerekek kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt az irányt választák. A fémipar mellett például arról is képet kaphattak, hogyan készül egy hordó. És persze a legérdekesebb, hogy vajon milyen is ez belülről. Vida Tibor Kádár véleménye szerint ezek az alkalmak arra is jók, hogyha valaki beleszeret abba, amit látott, talán elgondolkodik, hogy ezt választja élethivatásnak. Sajnos nincs a környéken, jól tudom, olyan iskola, aki foglalkoztatta a Kádárt, tehát nem oktatnak Kádárt a környéken. Így marad az a megoldás, hogy önerőből képezzenek majd utánpótlást, mondja a kádármester. Az ipartestület felhívására már az első évben is számosan kapcsolódtak a kezdeményezéshez, hiszen minden szakma képviselője érezte, ez a legjobb promóció. Sokkal jobban tudják érzékelni magát a szakmát, mint azt mondom, ott a menetbe, a bemutatkozásba, mert egyszerűen nem tudják úgy átvenni a szakmát, mint ahogy a élőben, a műhelyekben látják, sajátítják el, vagy hát betekintést kapnak a szakmáról. Új szakmákat tudtunk behozni most itt a rendezvényre. 12 állomás szerveztünk a gyerekeknek, mivel látja és érdekli a gyereket mindenféle kütyű, mindenféle új lehetőség, amit még nem látott testközelből, érdekli, valami szinten érdekli, és bízom benne, hogy át tudjuk nekik adni azt a szakmával kapcsolatos szeretetet, hogy megfogja őket, és fogja tudni későbbiekben hasznosítani. A szakmatanulás segítése alapfeladat az iskolákban, de ha nem így lenne, akkor is támogatni kéne a 7.-8. osztályosokat a jó döntés meghozatalában, mondta Mészáros István, az általános iskola igazgatója. Minden iskolai képzés ugye egy eleme az emberi életének. Az általános iskolai képzésnek is lesz egy kimenő része majd, amikor a gyerekeink el fognak menni valahova tovább tanulni. Ugye a cél az, hogy ne legyen szakma nélküli fiatal Magyarországon és az Unióban sem, és ennek egyik nagyon fontos feladata az, hogy megfelelő módon készítsük fel a gyerekeket információkkal, tárjuk fel a világot nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak a továbbtanulás tekintetében. Ezért szervezünk most már harmadik alkalommal pályaorientációs napot, ugye hát ez országosan is kötelező. Bevonjuk ugye az elsősöktől a nyolcadikosokig életkori szintüknek megfelelően a kicsiknek, ugye játékos formában, egyszerűbb, élményszerűbb megközelítésben tálaljuk a dolgokat, fölkeltjük egy picit az érdeklődést. A nagyoknak, különösen a 7.-8. osztályosoknak már tétre megy a dologot, részletesebb információkkal szolgálunk, az életkoroknak megfelelően ugye már komolyabb gondolkodásúak, még több információt, választási lehetőséget. Pont abban az időszakban vagyunk, ahol még van idő arra, hogy meggondolják, melyek azok a területek, amelyek hozzájuk közel állnak, és az életüknek megfelelő
cél tudnak szabni azok az iskolák, amelyeknek a képzési formáik hozzájuk közel állnak. Ezért szervezők ezt a napon. Ha látják azt, hogy például egy gyereknek a szülei, van itt olyan, nem egy olyan diák, akinek a szüleihez megyünk ki például, mert ugye vállalkozói maga, bemutatja a műhelyét, osztálytársak látják, hogy az ő teljes akár mutatta be ezt az adott szakmát, tehát ismert ember a településen, a gyerekek számára is, még közelebbi, még fontosabb. Még jobban kötődik az adott dologhoz, talán jobban is megjegyzik majd a megjegyzendőket és az információkat. A szakmák képviselői mindent megtettek a siker érdekében. A többi, a választás felelőssége már a gyerekek és a családok kezében van.